Sziasztok fiúk, lányok, Csonti vagyok, ez pedig egy korai még videóval kombinált Plague Incorporation videó lesz. Ugyanis a játékhoz nemrég kikerült a szkenárió készítő kis eszköz, és ebben a videóban most ezt szeretném nektek így röviden bemutatni, tehát most nem lesz konkrét játék, hanem egy ilyen kis update videó lesz a játékról, hogy mégis mi ez a szkenárió készítő. Azok számára, akiknek pedig újdonság ez a játék, javaslom, hogy keressenek rá a csatornámon, van neki külön lejátszási lista, és nézzenek meg egy-két részt belőle. Az emberek túlnyomó részének azért tetszik ez a kis lejátszási lista, úgyhogy nyugodtan adjatok neki egy esélyt, illetve nem mondanám el, hogy megint miről szól ez a játék. Röviden és tömören egy vírust kell készítenünk, és azt fejlesztve kiirtani az emberiséget. Na, ennyi. Na, akkor itt van a Scenario Creator, és ez egy külön kis alkalmazást indít el, ami egyben egy vírusírtót is lefottat, és az indításakor itt jön ez a kis ablakocska, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni. Hát nem kell széttrollkodni vele a Steamet, röviden és tömören, nagyjából ez a lényeg ennek a kis szerződésnek. Na, és itt van a Scenario Creator, és ennek is a 0.8-as, vagy nem, 0.5-ös verziója, és akkor a játéknak maga a 0.8-as verziójához lehet vele készíteni szkenáriókat. És akkor ez mutatja, hogy már nagyon a végén van a játéknak így az elkészítése, hogy megjön a teljes verzió. A szkenáriók készítő egyébként, ahogy észrevettem, tehát még nem teljes, ahogy ezt látni fogjátok. Na, itt lehetőségünk van kiválasztani, hogy milyen funkciókat szeretnénk még hozzáadni, és látjátok, még nem teljes a szkenárió készítő sem. Egyrészt hiányoznak bizonyos betegségtípusok, másrészt itt még van egy coming soon, ami nem tudom mire vonatkozik, de én már így próbálgattam, és ez nagyon jó. Tehát ezzel tényleg megcsinálhatjuk a saját kis játékunkat, és lehet, hogy én is fogok majd készíteni egyet, amit majd felrakok a Steam Workshopra, aztán ti is kipróbálhatjátok. És ezzel tényleg a közösségre bízták a készítők, hogy még több kreatívabb játékot, vírus nyavaját készítsenek ehhez a nagyon jó kis programhoz. Na, akkor így néz ki a dolog, és akkor ott ezt az oldalsó, a bal oldalt lévő menüsort kell végigjárnunk ahhoz, hogyha felszeretnénk építeni a mi kis saját készítésű világkiirtó nyavajánkat. Először is, hát nevet adhatunk a szkenáriónak, tehát ezt fogja látni a játékos, mit tudom én. Ja, be van nyomva a caps lock. Szkenárió. Jó, ezt most nagyon angol-magyarosan írtam, tehát mit tudom én, név. Akkor egy rövid leírás, tehát hogy miről szól. Ez egy teszt. És egy ikont is adhatunk neki. Itt választhatunk a már meglévő ikonok közül, de akár egy sajátot is feltölthetünk, hogyha ahhoz van kedvünk. Arra kell csak figyelni, hogy egy 182x182 vagy 185 pixeles PNG formátumú képet fogad csak el a játék. Bár itt nekem problémám volt, mert készítettem egy képet és nem akarta elfogadni, tehát ez még nem feltétlenül működik optimálisan. Na, és akkor itt nevet adhatunk a vírusunknak. Hát ez az alapneve lesz, tehát ezt átírhatják a játékosok, ezt fog megjelenni, mit tudom én. Csonti Gaming, és akkor ez lesz a neve, default. Akkor itt megadhatunk különböző ilyen kis szövegeket, amik így felbukkannak a játékosnak. És akkor itt írja itt a kérdőjelek mellett, hogy mit takar ez az adott dolog. És akkor, tehát ezek így előjönnek általában, amikor elkezdi a szkenáriót, és akkor egy kicsit így leírást adhatunk, hogy mi ez a nyavaja, amit elképzeltünk. Tehát így kontextust adhatunk ezekkel a kis szövegekkel az egésznek. Akkor megadhatunk országot, hogyha egy bizonyos országban szeretnénk kezdeni a járványt. Megadhatunk testre szabható győzelmi kondíciókat, például itt, hogy egy bizonyos dolgot fejleszen ki a játékos, legyen-e saját ilyen üzenet, hogyha győzött, és akkor ahhoz milyen kép társuljon. Itt is látod, hogy elég sok ilyen
választható kép van, és ezeket már, hát amik megvannak a játékból, onnan szedi ki a program. Akkor milyen címe legyen, milyen szövegezése, és a többi, és a többi. És akkor itt van az Advanced Settings, hát hogy milyen pontszámítással dolgozzon a szkenáriunk, legyen-e tiltva valamilyen event, legyen-e lezárva, hogy milyen nehézségi szinten mehessünk neki az adott szkenáriónak, tehát megtehetjük azt, hogy csak mega brutál nehézségi szinten menjünk neki. Akkor választhatunk-e géneket, ezt ki is kikapcsolhatjuk, vagy bekapcsolhatjuk, engedélyezzük-e a cheatek használatát, vagy pedig legyen-e egy saját kezdési időpontja, hogy mondjuk az 1900-as években, vagy 1750-ben akarunk-e indulni, tehát akár még egy történelmi, a pestist is leszimulálhatjuk így a reneszánsz idejéről. Mondjuk ez nem a reneszánsz ideje, ez kicsit régebb, 1400-ra kéne állítanom, vagy a környékére. Jó, akkor a következő maga a nyavaja. Itt kiválaszthatjuk, hogy milyen típust szeretnénk, és itt is látjátok, itt többfajta még le van zárva, és itt valószínűleg tartom azért, mert ezeknél a nyavajáknál kicsit másképp viselkedik a játék, illetve olyan egyéb mechanikák is szerepelnek, például a zombiknál ugye a vándorlás, az újraföltámadás, a majmoknál ugye a kolónia létrehozása és a támadás, a parazitánál pedig ugye a fertőzés és a repülőgépen való terjedés, úgyhogy ezeket a mechanikákat gondolom még ebbe az editorba be kell építeniük. Hát ez pedig itt talán a gomba, a biológiai fegyver és a nanovírus, tehát ezek is egy picit másképp viselkednek, és akkor ezeket bele kell tenni, de egyébként választhatunk, hogy hát túlnyomó részt ugyanúgy indulnak a vírusok, egy-két kivételt eltekintve, és ez az ikonjuk változik majd ugye a játékban. És akkor itt megadhatjuk a statisztikát, tehát mennyire legyen fertőző alaphelyzetben, mennyire legyen így veszélyes, és mennyire legyen halálos. A veszélyességi szint ugye a játékban az befolyásolja, hogy az emberek tudatában mennyire lesz jelen a vírus, és mennyire paráznak tőle, és hát minél magasabb ez, annál kezdik el kutatni az ellenszerét. Akkor hogyan terjedjen levegőbe, tengeren és földön. Akkor a különböző rezisztenciáit így beállíthatjuk, és akkor itt egy 0 és 2 közötti értéket adhatunk meg neki. És itt tényleg itt nagyon jó kis túltipje van, úgyhogy mindenütt írja, hogy milyen értékeket és mit befolyásol. Akkor a kúra mennyire mutálódjon, akkor mennyire növekedjen a fertőzése, minimálisan mennyivel növekedjen, és még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent beállíthatunk, és például terjedjen-e a holttesteken keresztül, földön, vízen, levegőbe terjedjen-e egyáltalán, és hogy mennyi kezdő DNS ponttal induljunk, és akkor utána a három fő aspektusát így testre szabhatjuk ugye a nyavajánknak a fejlesztésénél, ez ugye a terjedés, és akkor itt látjátok, itt van az alap sémánk, hogy hogyan terjed, de ezeket akár így teljesen át is variálhatjuk, vagy akár újakat adhatunk hozzá. Például egy meglévőt hozzáadunk, és akkor itt egyből hozzáadja, de akár ezt ki is törölhetjük, vagy akár ezt is, és azt mondjuk, hogy mondjuk ide hozzáadok egy újat, és akkor csinálok egy újat, mi legyen a neve, mondjuk totális fertő. Mindenki elkapja a vírust. És akkor ez mikor legyen elérhető? Nem, hogy ez egyből elérhető legyen kezdésnél, igen, vagy nem. Ha azt mondjuk, hogy ne, és hogy mennyibe kerüljön, mondjuk azt mondom, hogy kerüljön mondjuk 50 DNS pontba, és akkor itt az ikonját is megcsinálhatjuk. Grid position, ez az, hogy melyikbe szerepeljen, melyik ilyen kis cellába. Az ikonját, hát itt is feltölthetünk sajátot, vagy pedig ugye választhatunk neki egy ikont a meglévőek közül, de mondom, itt megvan a lehetőség arra, hogy egy totál saját ikont készítsünk neki, illetve az ikonnak a
Ez ilyen fedő mintázata. Hát igen, és akkor itt is választhatunk, hogy milyen legyen. És szerintem tök jó, illetve ez az ikon numeral, itt pedig akár el is le is számozhatjuk, hogy milyen szintű legyen az adott nyavajánk. És végül a színezete, tehát itt akkor egy ilyen árnyalatot adhatunk neki. És ezáltal is elkülöníthetjük őket. Akkor mi legyen így a fertőzéssel? Hát ez 10-esre megnöveli a fertőzést, a severity itt akár itt is 20, 0 és 20 között, és a halálozási arány, hát nem akarok halálozást, és hogy mennyire mutálódjon akkor oda is, hogy mi a max érték, mondjuk 3. Jó, és akkor itt a különböző terjedést, tehát ezeket is mind beállíthatjuk hozzá, illetve hogy a különböző ország típusokban milyen értékekkel rendelkezzen a terjesztés, és a kúrát ez mennyire mondjuk veti vissza, vagy pedig segíti elő, illetve legyen-e ez egyből elérhető, legyen-e visszafejleszthető, vagy pedig ha visszafejlesztjük, akkor az kerüljön-e valamibe. És végül, de nem utolsó sorban, hogy mitől függően tudjuk ezt a nyavaját, vagy ezt a, hát ezt a vonását a nyavajánknak így kifejleszteni. Legyen-e valamilyen követelménye? Igen, és akkor itt megadhatjuk, hogy mondjuk legyen kifejlesztve, mondjuk ez. Na, itt most belekattintottam ebbe, úgyhogy elment, de itt látjátok, tehát ennek a feltétele, hogy az Insect 2 és a Blood 2 az legyen kifejlesztve. Ennek a feltétele pedig nincsen, ez egyből elérhető. Az érdekes. Na, de mondjuk ennél legyen a feltétel, hogy mondjuk... az extrém zónózis ezt ki legyen fejlesztve, és akkor itt még több feltételt is megadhatunk, hogyha szeretnénk. És ezáltal így tényleg felépíthetünk egy ilyen struktúrát a vírusainknak. És legyen-e még másik feltétele, ilyen alternatíva. Jó, a következő azok a szimptomák, de ezek is ugyanígy megkonstruálhatóak, csak itt most már a halálozási arány is ugye elég durván bejátszik, de ugyanez a metodika, csak a szimptomák fül alá fog kerülni, és végül a képességek ugyanezen dolgok alapján, és itt is akkor látjuk, hogy milyen egyéb dolgokat kreál meg. És akkor azért kell még várni majd a többi ilyen vírusra, mert annál ugye más, ahogy mondtam, más dolgok is bejátszanak, amiket még le kell programozniuk ebbe a kis editorba. És végül a világot is kicsit befolyásolhatjuk, például a különböző országokat így populáció tekintetében, akkor a egészségügyi költségvetés, mennyire fontos az adott ország, és akkor jó mód, így a tulajdonságait beállíthatjuk, hogy hideg legyen, meleg legyen, tehát akár Afrikából egy ilyen hidegövezeti országot, vagy kontinens csinálhatunk, hogyha szeretnénk, vagy akár dús dzsungeleket a sivatagban, tehát így megváltoztathatjuk a világot. Az egy még hiányzik, hogy mondjuk mi készítsünk egy saját ilyen világot, tehát hogy ezeket az országokat, tehát ne ezt a térképet használjuk mondjuk, vagy mondjuk egy adott országnak a térképét, tehát még egy csak Magyarországra kiterjedő vírust szeretnék, és akkor mondjuk a megyéket rakom bele, tehát ez még mondjuk tök jó lenne bele, de hát ne legyünk telhetetlenek. Jó, akkor egy rövid leírást adhatunk az adott országról, és hogy mennyire sűrű lakott legyen, és akkor itt a légi és a vízi közlekedést is befolyásolhatjuk. Hát nem minden országnak van légi vagy vízi közlekedés, és itt, na, Angola. Hát itt nem tudunk hozzáadni tengeri kikötőt, viszont légi forgalmi kikötőt, igen, és akkor itt megadhatjuk, hogy hova menjen, mondjuk Pakisztánba, és hogy milyen sűrűn menjen a járat. Mondjuk 2. És akkor itt azt adhatjuk meg, hogy hány naponta induljanak repülőgépek ebből az országból. És akkor akár több útirányt is megadhatunk. Tehát akár csinálhatunk egy olyan országot, ami tömve van mondjuk légi és egyéb forgalmi
útirányokkal, és akkor ha azt az országot mondjuk megfertőzzük, akkor az egész világot megfertőzi. Vagy akár csináltunk olyan szkenáriót is, hogy az a célunk, hogy ebbe a közlekedési csomópontba elérjünk, és akkor onnan tényleg bárhova eljuthat a vírusunk, viszont akkor úgy kell megkonstruálnunk az egészet, hogy az legyen a kihívás, hogy oda eljuttassuk a vírusunkat mondjuk innen a világ túlsó végéből. Jó, és hát röviden és tömören így néz ki most a kis editorunk. Elmenthetjük, amit már készítettünk, vagy akár föl is tölthetjük rögtön Steam Workshopra, és akkor onnan elérhető. Most csak így a poén kedvéért ezt bezárom, és megnézek egy, hoppá, programhiba, de nem baj, mert a Plague Incorporation még működik nekem, remélem. Ja, hát még nem tökéletes. Na és itt van, hát a többjátékos mód még nem működik, viszont a Custom Scenarios alatt megtekinthetjük, hogy milyen játékok és kreálmányok születtek, és amiket szeretnénk kipróbálni, azokra csak dupla kattintással rákattintunk, és egyből letölti a játék nekünk pár másodperc alatt. Hát itt már látszik, hogy nagyon sok kreatív dolog született, tehát az erő legyen veled, emberi fészek, videójátékipar. Tehát ilyen nagyon-nagyon vicces dolgok. Például ez egy olyan növény, ami ilyen gyilkos csápokat tenyészt, és azzal megöli az embereket. Tehát ez így nagyon konkrét. És akkor itt láthatjuk azokat, amiket már kipróbáltunk, illetve a mi kis játékainkat is itt tudjuk majd tesztelni. No, hát akkor ez volt a Plague Incorporation-nek a szkenárió készítője, annak is így a 0.5-ös verziója, tehát még a másik fele az hátra van. Remélhetőleg, hogy pár hét múlva azt is megkapjuk, és akkor tényleg akár saját zombi és egyéb vírusokat készíthetünk. És szerintem baromi jó lett, és ezáltal a játék egy olyan szavatossági fokot fog elérni, amivel szerintem hosszú évekre egy nagyon jó kis program lesz, és az emberek élvezettel fogják csinálni a saját kis vírusaikat, és megosztani azt a haverjaikkal, és játszani másoknak akár a sokkal kreatívabb készítményeit. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett, és hajrá, készítsetek ti is vírusokat egymásnak, vagy akár ismerőseiteknek, barátaitoknak, természetesen csak így virtuálisan. Én pedig megköszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!